Áldást, békességet kívánok a kedves testvéreknek, virágvasárnapi Isten tiszteletünkön, mostani délutáni alkalmunkon, amikor születésnapos köszöntős Isten tiszteletünk is van egyúttal. Szokásomhoz híven Zsoltár idézetet is szeretnék köszöntőül mondani. Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Mai napon is az új énekeskönyvi számozás szerint fogjuk az énekeket tekinteni. 482-es számú ének legyen az első énekünk, az első három verset énekeljük el. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindent ezen a világon. Amen. Az előbbi énekünk a virágvasárnap történetét hozta elénk, mi mást hozhatott volna, hiszen virágvasárnap van ma, húsvét előtt járunk kerek egy héttel. Az evangéliumi leírások közül a mai nap a lukácsi leírást tegyük magunk elé, és ez adja majd gondolkozásunknak alapját is. Lukács evangéliumának 19. fejezetéből a
következő versekből szóljon hozzánk Isten igéje. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézus. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének rejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a minden békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságban néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét és bennünket, igéjének hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, olyan jó, hogy te eljöttél, és ha egy kicsit, nem is kicsit, másként élted a földi életedet, mint mi emberek, azért abban ugyanolyan voltál, mint mi, mindenben hasonlatos voltál hozzánk, kivéve a bűnt, és nagyon jól tudtad, hogy mi szükséges az emberi léthez, élethez, és mindezt úgy élted, úgy tetted, hogy ebből mi tanulhatunk. Megköszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ma elénk kerülhet a jeruzsálemi bevonulások története, és ez jelezheti már azt is számunkra, hogy közeledik az idő, közeledik nagypéntek és közeledik húsvét. És biztos, hogy nem volt könnyű megélned, hogy te, aki mindennél és mindenkinél hatalmasabb vagy, odaadod magadat váltságul a mi bűneinkért, és hagyod magadat megfogni, hagyod magadat keresztre feszíteni. Leteszed az életet, hogy mi hozzájuthassunk az örök élethez. És te majd újra felveszed az életet, mert neked erre is volt hatalmad, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy te eljöttél, és hogy ezzel is tanítottál bennünket. És arra kérünk, hogy ma, amikor itt vagyunk és emlékezünk, ne csak emlékezzünk, hanem szinte éljük át újra, hogy te vagy a király. Te vagy a mindenek felett való Úr. Te vagy az, aki megadtad, és aki megadod számunkra mindazt, amire szükségünk van. Már itt a jelen való világban is, de mindenképpen az örök életünkhöz, ami kell. Kérünk, légy ezért áldott, magasztalunk téged, és könyörögve kérünk, jöjj, légy itt közöttünk, légy itt velünk, és szent lelkeddel tedd élővé, hathatóssá a te igédet, igei vezetésedet. Amen. A 726-os számú éneknek első versét énekeljük ige hirdetésre készülve, ezzel is imádkozva: jöjj, királyom, Jézusom! Oh.
Istennek az az igéje, amelynek alapján a mai napon az ő szent lelkének segítségű hívásával az igét hirdetni szeretném. Az előbb felolvasott ige szakaszban van megírva. Ebből egy rövid részt emelek ki, a 31. versnek a második részét. Az Úrnak van szüksége rá. A virágvasárnapi történet sok szempontból nagyon érdekes tud lenni, és olyan szempontból is érdekes tud lenni, hogy olyan jó kis felszólítást lehet belőle kikerekíteni, hogy Jézust viszi a Szamár Jeruzsálembe, ha mi is visszük Jézust az emberekhez, akkor mi lehetünk Jézusnak a szamarai, tehát felszólító módban is lehet mondani, legyél te is Szamár. És ez így rögtön viccesen is hangzik, bár igaz is lehet. Mindenesetre a virágvasárnapi történetet ma nem szeretném kiragadni abból a sorozatból, amit most már 6. hete teszünk, hiszen amikor elkezdődött bőjt időszaka, akkor azt ígértem, hogy testvérekről lesz szó a bőjti vasárnapokon, és hát most is legyen szó testvérekről. Csak ez egy kicsit kilógós történet, mert igazából nem találunk benne testvéreket, illetve remélem, hogy mégiscsak találunk benne testvéreket, csak nem úgy. Eddig olyan testvérekről lehetett szó, akik tényleg testvérek voltak, tehát ugyanabból a testből és vérből származtak, anyukájuk, apukájuk egy, mint Kain és Ábel, bármennyire is hihetetlen, az agresszív Kain és az aranyos kis Ábel mégiscsak édes testvérek voltak, még akkor is, ha az egyik meggyilkolázta a másikat. Voltak az említett testvérpárok között ikrek, akik néhány másodperc különbséggel születtek, mint például Ézsau és Jákob, vagy Támárnak a két fia. És hát láttuk, hogy már anyaméktől kezdve lehet torzsalkodni a másikkal, meg utat lehet törni úgy, hogy a másik helyébe furakodunk, és majd mi legyünk az elsők, majd mi legyünk korábban születők, majd nekünk több jár alapon. Aztán láthattunk pozitív példákat is, amikor András és Péter, a két tanítvány története jöhetett elénk. És akkor a mai nap is újszövetségi történet van előttünk, megtörtént eseményekkel alakul, és nem úgy, mint a múlt vasárnapi, ahol Jézus példázata lehetett előttünk a tékozló fiúról, ahol szintén van két testvér, de ugye az csak idézőjelben példamese, egy történet, egy példázat. Most itt ebben a történetben valós szereplők vannak, és nem biztos, hogy egy anyukától, egy apukától származnak, de valahogy mégis ott van, ott húzódik a történetben a testvériség. És ez az, amire szeretnék rávilágítani. Nem véletlen az, hogy az egyházban úgy hívjuk egymást, hogy testvérek. Bár talán egyre kevésbé mondjuk ezt így egymásnak, de bizony ez évtizedek, évszázadok, ez évezredek óta húzódik ez a szokás, hogy testvérek szólítjuk egymást a gyülekezet közösségében. Jó, tudom, itt Adoriaház zenekaraján ez ténylegesen is sok rokoni kapcsolatot jelent, mert hogy az első év, amit itt töltöttem, már meghozta azt a megfigyelést, hogy nem az a kérdés, hogy rokon-e az egyik a másikkal, hanem az, hogy hányszorosan rokon, mert mindenki rokon mindenkivel, kis közösségekről van szó, és így biztos, hogy valami vérségi kapcsolat is van azok között, akik itt vannak. Kivéve, hogyha valaki mondjuk ide költöző és messzebb vidékről jött. De az itt születettek, akiknek a nem csak a szüleik, de a nagyszüleik, dédszüleik, meg az ükszüleik is itt születtek, azok biztos, hogy valahol vérségileg összekötődnek. De az egyházban mégsem ezért nevezzük egymást úgy, hogy testvér. Hanem azért, mert azt mondjuk, hogy ha mi atyánk az Isten, akkor mi vagyunk az ő gyermekei. És ha neki gyermekei vagyunk, akkor mi egymáshoz képest testvérek vagyunk. Hát így szólítjuk egymást testvéreknek. És remélem, hogy a mai napon pozitív
kicsengésű, pozitív, gondolatú igehirdetés jön elénk, ami azt jelenti, hogy felbuzdulunk, hogy igen, mi ilyen testvérek szeretnénk lenni. De úgy elgondolkozom azon, hogy vannak testvérek, akik egy anyukától, egy apukától származnak, de nem jó testvérek. Civakodnak, fúrják egymást, nem segítik a másikat, éppen ők akarnak előre törni, még a másikkal szemben is, akár egész drasztikusan meg lehet így is fogalmazni, hogy kimondottan utálják egymást, kimondottan gyapálják egymást. És hiába egy anyukától, egy apukától vannak, mégsem jó testvérek. És vannak olyanok, akik nem kötődnek vérségileg egymáshoz, de mégis olyanok tudnak lenni egymáshoz, mintha testvérek lennének. Hallottam én már olyat, hogy együtt nőttek föl, mert hogy az apuka is özvegyen maradt, az anyuka is özvegyen maradt, az egyik helyről is volt gyerek, a másik helyről is volt gyerek, az özvegyen maradt apuka elvette az özvegyen maradt anyukát feleségül, és ezért azok, akiknek vérségileg semmi közük nincs igazából egymáshoz, egy családba keveredtek. És ilyentől hallottam, aki azt mondta, hogy hát jobb, mintha édes testvérem lett volna, jobb a kapcsolatom vele. Mert lám, nem a vérség határozza meg, hogy ki a jó testvér, hanem valami más. És hogy mi az a más, ami meghatározza, hogy jó testvérek tudunk lenni, vagy nem tudunk jó testvérek lenni, na erre viszont már nyomokat találunk ebben a világvasárnapi történetben. Vegyük csak számba ezeket a gondolatokat. Az első, amit megfigyeltünk, hogy Jézus kettő tanítványt küld el, azt mondja nekik, hogy menjetek be az előttetek levő faluba, és ott találtok egy szamárcsikót, olyat, aki még soha nem ült senki, na azt oldjátok el hozzátok ide hozzám. És ha valaki kérdezi, hogy miért teszitek, ezt mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. És el fogja engedni. És elmennek, és pontosan mindent ugyanúgy találnak, ahogy Jézus megmondta, és el is viszik hozzá ezt a szamárcsikót. Ebből én azt olvasom ki, hogy testvérré kovácsol az, amikor van közös feladat. Nem az egyik kapja a feladatot, a másiknak meg azt mondja Jézus, hogy na kísérd már el, mert egyedül úgyse tudja eloldani ezt a szamarat, mert ez még a szamárnál is szamarabb, nem lesz képes egyedül eloldani. Nem lehet, hogy azért küldte el volna Jézus kettesével őket, mert az egyik tudta az utat odafele, a másik tudta az utat visszafele, és a kettő majd kitesz egy embert, hanem valahol egészen más van mögötte. Jézus a tanítványait kettesével küldte el. Miért? Nem csak most. Már korábban is olvastunk ilyen leírásokat, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy menjetek a környező falvakba, hirdessétek az Isten országát, és üzzétek az ördögöket, tegyétek a csodákat. Miért kettesével küldte el őket? Egyedül képtelen? Nem azért, mert egyedül képtelen, hanem azért, mert a kettő együtt több, mint kettő külön-külön. A kettő összefog, a kettő összetart, a kettőnek közös élményei vannak, a kettőnek közös emlékei vannak, a kettőnek közösen számtalanszor lehet beszélni a megtörténtekről. És mondhatják azt, hogy te emlékszel? Én nem tudom képzelni, hogy ez a két tanítvány, melyik ez a kettő. Lehet, hogy Péter és András, ők tényleg testvérek is voltak, de nem biztos. Vagy Jakab és János, akik ténylegesen testvérek voltak, és Jézusnak tanítványai voltak, lehet, hogy ők voltak, de nem biztos. De ilyen szempontból teljesen mindegy. Az a két tanítvány, aki ott volt, lehet, hogy még évek múlva is emlegette, hogy te emlékszel? Amikor elmentünk Betfagéba, ott volt az az aranyos szamár. És mi eloldottuk? És hogy nem akarták elengedni? És hogy kellett nekik azt mondani, hogy az Úrnak van szüksége rá? És ettől rögtön hogy elengedték? Tehát ilyet még előtte sose tapasztaltunk. És ott van a közös élmény, a közös emlék, a közösség. Ha meggondoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kereszténység manapság azért olyan gyenge,
Mert azt gondoljuk, hogy mindenki önmagában is meg tudja élni a kereszténységet. Ó, tudok én otthon is imádkozni, igaz is, kell is, jó is, ha valaki otthon is imádkozik. De amikor együtt vagyunk, egy közösségben vagyunk, akkor az egészen más. El kell tűrni a másikat, mert a másik nem olyan, mint én vagyok. Világos, de nincs két azonos ember a világon. Most már 7, lassan 8 milliárd ember él a Földön, és nincs kettő azonos közöttük. De mégis lehet közösség bármely két ember között, ha Jézus Krisztus küldetésében, követségében járnak el. Mert akkor félre lehet, félre kell tenni a különbözőségeket, és marad, hogy mi Jézus Krisztus küldötteiként járunk el. És ez az élmény, ez az emlék, ez a közösség, ez tesz igazából testvérré bennünket. De lépjünk tovább, mert hogy a történet tovább is folytatódik, amikor Jézust, most nem csúnyán mondom, a Biblia szavaival mondom, de mindig rögtön félreérthető a mai világban, mert én most így fogalmazok, hogy amikor Jézust felültetik a Szamárra, bár tudom jól, hogy ma az a szó, hogy felültetik, az elég negatív hangzású, itt ebben az igében pedig tényleg az van, hogy és akkor a tanítványok felültették Jézust erre a Szamárra, amit elvittek. Ebben semmi rosszallás nincsen, semmiféle negatív hangulat nincsen, pusztán csak annyi, hogy hát szó szerint Jézust felültették a Szamár csikóra. Akkor senki nem kérte őket arra, hogy de hát nincsen gyerek a Szamáron, kényelmetlen lehet, törni fogja Jézusnak a fenekét, a Szamárnak a háta, akkor oldjuk meg úgy, hogy levesszük a kabátunkat, vagy a felső ruhánkat, vagy köpenyünket, bárminket. És akkor azzal terítjük le a Szamarat. Senki nem kérte. Senki nem kérdezte a másiktól, hogy te figyelj, mi lenne, ha? Van egy jó gondolatom. Én ráterítem az én felső ruhámat. Nektek nem kell, elég, ha az én felső ruhámat éri Jézusnak a feneke. Senki nem beszél össze, senki nem kényszeríti rá a másikat, hogy akkor te is tegyél így, hanem egyszerűen ráterítik néhányan, valamennyien a Szamárra a felső ruhájukat. A többi meg nem akar lemaradni, vagy miért is, nem tudni pontosan, de a Szamár elé is oda kerülnek ezek a ruhák, amik az embereken vannak. És senki nem kényszerít, senki nem vesz rá, senki nem szólít fel, senki nem követelőzik, de az embereknek automatikusan nyílik meg a ruhájuknak a zárja, és teszik le Jézushoz, mondván, hogy az Úrnak van szüksége rá. Pedig az az ő ruhájuk, de most tudják, hogy Jézusnak van szüksége rá, pedig Jézus nem is kéri. Itt benne az érdekes. Jézus nem mondja azt, hogy hát én ilyen Szamára nem ülök. Ez a Szamár, szőrös is, büdös is, terítsétek rá már valamivel, hogy rájöhessek. Ilyenek nem hangzanak el. De mégis adnak és tesznek Jézusért. Testvérek, ez megint csak egy összehozó erő. Amikor egy közös feladatban, egy közös élethelyzetben meglátjuk, hogy te is tudsz tenni, én is tudok tenni. Te is oda tudod adni, én is oda tudom adni. És tesszük és adjuk, és önként, és kérés nélkül, kényszerítés nélkül. Ezek megint összekovácsolnak, ezek megint testvérré kovácsolnak bennünket. Azokat is, akiknek vérségileg semmi közük nincs a másikhoz, de ebben mégiscsak egy testvériséget, egy közösséget fognak építeni ezáltal. És akkor lehet még tovább menni ebben a történetben, mint ahogy a történet is tovább megy. Nem elég, hogy a ruhák oda kerülnek a Szamár elé, meg ugye a Szamárra, és a Szamárra levő ruhákra maga Jézus, hanem mások pálmákat vágdalnak le, lombos ágakat, valami zöldelő, virító növény hajtásokat az út széléről,
és azzal hintik be Jézus előtt az utat, még inkább magasztos, még nagyszerűbb, még felfokozottabb ez a jelenség. És ebben ne azt az emberi törtetést lássuk, hogy elfogyott a felső ruha, de se baj, pótoljuk növényekkel. Mert hogy az ember képes még növényekkel is ilyen pótlásokat csinálni, amikor Ádám és Éva a bűneset kapcsán észreveszik, hogy ők mezítelenek, akkor elszigyelik magukat, és fügefából készítenek maguknak ruhát. Ott is a növény és a ruházat összekötődik. Itt is a kettő összekötődik. Nincs elég ruha, de van elég fa, lombos ág, virágzó hajtás. Innen van a virágvasárnapnak az elnevezése. Igazából nem magából a történetből jön, mert semmi nem indokolja, hogy ott virágok is voltak, ilyen leírásunk nincsen, de mégiscsak valahol a háttérben ott lehet, mert ahol zöldelő ág van, hajtás van, ráadásul tavasz is van, ott biztos, hogy valami virág is van. Ezért a virágvasárnap elnevezés. De a lényeg, hogy díszességet adni, dicsőséget mutatni, az Isten hatalmát mindenki elé látható módon odavetíteni. Még akkor is, ha nekem ezért odaadni kell, még akkor is, ha nekem ezért tenni kell. Na ez az, az a közösség, amely Jézust körülveszi. Szokták mondani, hogy itt a sokaság még újjong, mert itt még kiáltják, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. De majd eltelik néhány nap, és ez a tömeg majd azt kiáltja, hogy feszítsd meg. Én nem vagyok benne biztos, hogy pont ugyanaz a két tömeg egyébként. Mert nem tudom, hogy hány ember érkezik Jézussal, csak sokaságot ír az ige. De Jeruzsálem egy nagyváros, több ezer lakossal. És nem tudni, hogy mennyi meg Jézussal, és nem tudni, hogy az ünnepekre mennyi érkezik máshonnan, az egyébként is nagyvárosba. Nem biztos, hogy pont ugyanaz a két tömeg. Nem biztos, hogy pont ugyanazok kiáltják az áldott, aki jön az Úr nevében, mint akik azt kiáltják, hogy feszítsd meg. De azok, akik áldott, aki jön az Úr nevében, bizonságtételt tudják mondani, és így tudnak kiáltani örömükben Jézus mellett, előtt, körül, azokat ez biztos, hogy össze fogja hozni, össze fogja kovácsolni. Régebben is az egyháznak nagy összetartó ereje volt, és igazából ma is összetartó ereje lehetne az egyháznak. Mert hol máshol lehetne legjobban Jézus köré jönni, mint itt? Mondhatnám gúnyosan azt, hogy hát itt vannak a legnagyobb szamarak. De hogy ne értsék félre ezt a gúnyt, ezért azt mondom, hogy és a szamarak között első vagyok én. Mert én igenis itt vagyok, és szeretnék Jézus szamar lenni. Igenis szeretném Jézust hordozni. Igenis szeretnék Jézus körül lenni. Igenis szeretném, hogyha oda adhatnám neki azt, amit oda tudok adni. A felső ruhámat? Egy zöldelő ágat? Vagy hozni hozzá valamit, valakit? Teljesen mindegy. Mert nem az a lényeg, hogy mit hozok, vagy kit hozok Jézushoz, hanem az, hogy jövök-e hozzá. Engedelmeskedek-e neki? Akarok-e a közelében lenni? És én igen, akarok lenni a közelében. Igen, szeretnék vele élni minden nap, de így, ünnep táján meg még inkább. Mert én szeretném úgy megélni az ünnepet, hogy Jézus ott legyen az én ünnepemben. Nem az a fontos, hogy csodálatos sonka kerüljön az asztalra, vagy pompásan hímes tojás kerüljön az asztalra. Mert ezek nélkül is tud ünnep lenni az ünnep. De nekem nem ünnep a húsvét ünnep, ha nincs ott Jézus Krisztus. Mert én ő mellette szeretnék ott lenni. És ha valaki van még, aki hasonlóan gondolkozik, aki ugyanígy érez, aki ugyanúgy szeretné megszentelni az ünnepét,
aki ugyanígy szeretné megünnepelni az ünnepet Jézus mellett, Jézussal, akkor az nekem testvérem. Mert együtt gondolkozunk, mert együtt érzünk, mert egy közösséget alkotunk. És lehet, hogy elválaszt bennünket sok minden. Földrajzi távolság is választhat el bennünket. Kor is választhat el bennünket. Bármi elválasztott bennünket, de ez mégis összeköt. Jézus Krisztus mellett vagyunk. És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak van rá szüksége. És az az élmény, hogy amikor az Úrnak van szüksége rá, és tudok tenni, tudok adni, ez úgy össze fog kötni, hogy soha semmi és senki el nem választhat bennünket egymástól, mert ez az összekötő erő nem egymásban alapul, hanem Jézus Krisztusban. És ez lesz a testvériségünknek az alapja. És az a sajnálatos, majdnem azt mondtam, hogy szánalmas a mai világban, hogy sokszor mondjuk egymásnak azt, hogy testvér. Testvérek vagyunk az Úrban. De valójában ez csak szóhasználat. És nagyon jó lenne, ha ez nem csak szóhasználat lenne, hanem valóság. Nagyon jó lenne, ha tudnánk így jönni Jézushoz, mindannyian. Hogyha lennének a nagy testvérek, ezek az idősebb egyháztagok, lennének a kis testvérek, ezek a fiatalok, vagy mint ott a hátsó sorban a konfirmandus fiataljaink, akiket lehetne úgy mondani, hogy testvérkéink, mert nekünk a testvérkéink most még ugyan talán nem tudják rászállni annyira magukat, az életüket, hogy ők is Jézus Krisztus követségében szeretnének eljárni minden élethelyzetükben, de reménykedjünk benne, hogy eljuthatnak ők is idáig, és imádkozzunk is azért, hogy eljussanak ők is idáig, mégiscsak testvérkéink ők, és a testvérek pedig összetartanak. Egy közös élményük van, és közös küldetésük van, és a különbözőség ellenére is elfogadják, és szeretik egymást. És újra felemlegetik, hogy milyen jó együtt nevelkedni, milyen jó Jézus Krisztus családjába tartozni, milyen jó ilyen élményeket szerezni, amiket aztán mondogathatunk még éveken, reménység szerint évtizedeken keresztül, és még az unokáinknak, meg a dédunokáinknak is még elmondhatjuk, hogy milyen jó Jézus Krisztus mellett lenni, szamarat találni, szamárnak lenni, követségében járni, tenni azt, amire szüksége van az Úrnak, adni azt, amire neki van szüksége, és nem zsugoriskodni, hogy hát én nem adom oda a ruhámat, mert én tegnap vettem. És ilyen szamára én rá nem teszem. Az a gazda, aki elengedte a szamara, pedig ezen a szamáron még soha nem ült senki. Mondhatnánk így, ez egy vadonatúj szamár. Nem sajnálta, ha az Úrnak van szükség rá, vigyétek. És ez az evangéliumi leírás nem is teszi hozzá, hogy majd, ha már nem kell neki, akkor vissza fogja küldeni egy másik evangélium, így magyarázkodik. Ez itt nem. És mégis elengedik. És azok a tanítványok leteszik a ruhájukat. Nem mint egy ruhatárba. Ha elmegyünk egy színházba, akkor letesszük a kabátunkat, kapunk érte egy kis bilétát, és amikor a bilétát leadjuk, visszakapjuk érte a kabátunkat. Itt a felső ruhájukat letették. És nem kérdezték, hogy és mikor kapjuk vissza. És ha soha, nagy kár lesz. Hát Jézus Krisztusban annyi minden más gazdagság van, hogy egy felső ruha elvesztése nem lesz nagy kár, mert sokkal többet kaphatunk vissza, de ő visszaadja. A szamarat is visszaadta. Véleményem szerint a felső ruhákat is megtalálták az emberek. Mindent, de mindent. Tízszeresen, százszorosan, ezerszeresen vissza tud fizetni azoknak, akik azért tudnak adni és tenni, mert az Úrnak van szüksége rá, és ők tudják, hogy tehetik, és adhatják, ezért teszik és adják. És ez
a testvériségnek az alapja. És jó lenne ebben a testvériségben erősödni és növekedni. És a bűnvallásunk pedig az, hogy sajnos ez a világ nem ezt hozza, nem ezt mutatja. A világ ezt talán le is sajnálja, és talán bolondnak, vagy szamárnak nevezi azt, aki így él. De ne szégyeljünk szamárnak lenni, mert a szamár Jézus Krisztust hordozhatja, mert neki szüksége van rá. Először most is csendességben maradjunk, és egy rövid ideig ízlelgessük ezeket a gondolatokat, és saját imádságunkat vigyük Istenünk színe elé. Úr Jézus Krisztus, szólj hozzánk, kérünk, és tudasd velünk, mire van szükséged, és küldj el bennünket is a te követségedben. Hadd legyenek élményeink, amikor odalépünk a másikhoz, eloldjuk a szamarat, vagy szólunk bármit is, és a másik, amikor megtudja, hogy neked van szükséged, akkor tud tenni, tud adni, és így mi is tudunk tenni és adni, és olyan jó, hogyha ezek összekötnek bennünket. Olyan jó, Urunk, megélni, hogy te melletted mi testvérek vagyunk. Add meg, hogy ne rossz testvérek legyünk, akik csak névleg testvérek, hanem legyünk olyan szívjóság testvérek, akik szeretik, elfogadják, megbecsülik egymást, akik számon tartják, hogy kivel mi van, akiknek fontos az, hogy nem egyedül kell a te utadon járni, hanem lehet a másikkal együtt. Köszönjük, Urunk, hogy nem egyedül küldesz bennünket, hanem adsz mellénk testvért, aki talán az édes testvérnél is testvérebb lehet számunkra. Urunk, formálj ebben bennünket. Lelked ereje járjon át, és segítsen minket. Hadd lássuk meg, hogy hol hibás az élet, és hadd tegyük le ezeket a hibákat. Hadd hagyjuk el ezeket a hibákat. És ezektől megszabadulva, hadd építsük a közösséget itt, ebben a kicsi gyülekezetben, a te országodban, a te néped között. Urunk, jöjj és formálj bennünket, járd át a szívünket. Hadd nyíljon a szívünk, és hadd tegyen a kezünk, és járjon a lábunk a te követségedben, te érted. Mert tudjuk, érezzük, hogy neked szükséged van arra, hogy tegyünk érted, mert ezzel megy előrébb a te egyházadnak ügye. Urunk, tarts meg bennünket, hogy itt a mi kicsi környezetünkben megtehessük azt, amit nekünk kell megtenni. És mindezt tegyük jó szívvel, őszintén, és azzal a tudattal, hogy a te áldásod sokkal, de sokkal többet ér annál, mint amit mi teszünk, bármit is, bármennyit is. És Urunk, valóban hadd legyen a te áldásod mindazokon, akik tettek és tesznek a te egyházadért, ügyedért. Az odaadottat, Urunk, pótold, és segítsd 10-szeresen, 100-szorosan, 1000-szeresen a te kegyelmességed szerint. Urunk, mindezért hálát adunk neked, dicsérünk és magasztalunk, és mi is kiáltunk, hogy áldott vagy, Urunk, mert te jössz az Úr nevében, és általad van a szabadítás, általad van a közösség. Kérünk, szentelj meg bennünket ebben, és hadd legyünk példái ennek a világnak, hogy előtted és veled járva mennyivel másabb ez az élet. Kérünk, segíts meg bennünket a nagyheti időszakban is, amikor készülünk a húsvéti ünnepekre, nagypéntekre. Engedd meg, hogy mindent el tudjuk rendezni, testileg is, lelkileg is készülhessünk, és szép ünneplésünk lehessen
a te lelked áldásával. Kérünk mindezért, fogadj el bennünket, segíts meg minket, áld meg gyülekezetünket, a nagyokat és a kicsinyeket, az itt lévőket és azokat, akik nem tudtak eljönni, a betegeket, vagy azokat, akiknek szabadulásra van szükségük bármilyen nyomorúságukból. Urunk, te légy a szabadító mesterünk, és mindezért dicsérünk és magasztalunk. Amen. Szomszédságban még mindig háború dúl, és amióta ez van, igazából a böjti időszakkal ez egyidős, külön imádságunk is van, amivel együtt imádkozhatunk a békéért. Tegyük ezt ma is így. Szabadító Urunk, a világhasárnapig sokasággal együtt kiáltunk hozzá. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Mi is ezt hozzáteszünk. Mi legyen békesség a földön is. A mennyei magasság dicsősége sugározzék be ránk, és változtasson bennünket a békesség eszközeivé. Úr Jézus Krisztus, hozz el ma is a békét, bűnbocsánatot, áldást. Adj megegyezést a harcoló felek között. Hadd érjen véget a háború, és jöjjön a béke. Hadd fejeződjön be a rombolás, és következzen az építés. Hadd érjen véget a pusztítás, és kezdődjön az élet helyreállítása. Áld meg kegyelmesen a háború elől menekülőket, az őket segítőket. Adj erőt a lantattaknak, és vigaszt a gyászolóknak. Legyen tiéd a hála és a dicsőség, szabadító Úrunk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal mindörökké. Amen. Hirdetések következnek. Az első hadd legyen a születésnaposoknak a köszöntése. Most nem harmadik vasárnap van, hanem második vasárnap van, de azért épp úgy szeretettel gondolunk azokra, akiknek áprilisban van a születésnapjuk. Gondoltam, hogy jobb lesz most megtartani ezt az alkalmat. Húsvét vasárnap nem biztos, hogy sokan jöttek volna el szívesen egy ilyen köszöntős alkalomra, bár lehet, hogy tévedek. Ha tévedek, akkor szóljanak. És akkor majd megtudom, hogy tévedek. De minden esetre így virágvasárnappal esik egybe ez az alkalmunk, ezért a köszöntést azt így mondjuk el, hogy a gyülekezet közösségében szeretettel köszöntjük azokat, akiknek ebben a hónapban van a születésnapjuk, és két dolgot, nem, hármat fognak kapni. Az egyik az éneklés, de az éneklés már tovább visszük. Most nem csak egy verssel fogjuk énekelni a tanult köszöntős énekünket, hanem most már két verset fogunk énekelni belőle, így ez egy plusz, egy kis extra. Aztán én szeretnék mindenképpen most is a kis képeslapos köszöntéssel is élni az alkalom végén, és nem csak ők, de mindenkinek jutna egy szál virág. Mert hogy virágvasárnap van, és kértem a feleségemet, hogy tegyünk több virágot ide az úrasztalára.
Igazából az lenne a szép, hogyha annyi virágot be tudnánk ide gyűjteni, hogy mindent elárasztanánk virággal, és akkor igaz, hogy utána ki is kell takarítani, mert hogy hát szóval ki kellene utána takarítani, de se baj, most ennyi virág van itt, és van itt elegendő ahhoz, hogy mindenki vigyen magával egy virágot hazafele menet. Javaslom, hogy ne a cserepes virágot akarja valaki elvinni, hanem inkább ezt a vázából kivett virágot, mert akkor ez még otthon emlékeztethet mindenkit arra, hogy innen van ez a virág, és nem csak a születésnaposokat szeretném ilyen virággal ellátni majd, hanem mindenkit, aki itt van, mert ez is összeköt. Ez is testvérré kovácsol bennünket, hiszen mi egy közösségbe tartozunk. Szamár alakú virágot kellett volna igazából behozni, csak olyat nem tudtunk volna találni szerintem. Botanikusok előnyben, hát ha ők tudnak valami ilyesmit. Tehát ez már az újabb, amit lehet majd hazafele vinni. És akkor jöjjön az éneklés. Természetesen a köszöntések sora majd még ezután jön. Amikor elmegyünk, akkor lehet mondani majd a kéretlen, meggondolatlan szavakat, köszöntéseket is a születésnapos testvéreinknek, ugyanis szeretnénk ma is úgy elmenni, hogy nem megyünk el, hanem itt a kiáratnál csak elköszönünk, aztán visszajövünk. És megterítjük az asztalokat, amik már elő vannak készítve, és aztán terített asztal mellett maradjunk még együtt, és beszélgessünk, valódi közösséget formáljunk, éljünk meg, és legyen ez jó hangulatú együttlétté. A hirdetések következő pontja az alkalmak. Az előttünk álló hét a nagy hét, ezért a nagy héten olyan alkalmaink lehetnek, hogy gondolkoztam azon, hogy a szerdai napot hirdessük, de aztán azt gondoltam, hogy igen, hirdessem csak, hogy azok, akinek van kedvük eljönni bibliaórai együttlétre, azok csak jöjjenek, bár a nagy hétben tudom, hogy sok elfoglaltság is van, de olyan dolgokról lehet szó ebben a bibliaórai lehetőségben, amit nem szoktunk taglalni, Jézus halálával kapcsolatos, keresztre feszítésével kapcsolatos gondolatok, háttérinformációk és mindaz, ami ehhez a témához oda illik. Nagypéntek az nagypéntek, tehát szeretnénk a nagypénteki istentiszteletet is megtartani délelőtt 10 órai kezdettel, és így beszéltük meg gondolkodszony testvérünkkel, hogy ezt már igyekszünk megtartani az egeraljai templomban, és visszahúzódnánk oda az alkalmainkra. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz viszont ki kellene takarítani a templomot, nem tudom, hogy mely napra van már segítség. Ha valakinek van lehetősége ebben segíteni, akkor Évanét kell keresni, és akkor megbeszélni, hogy addigra tényleg szép és jó legyen ott minden, hogy már nagypénteken is ott tarthassuk az alkalmat, meg majd aztán a húsvéti alkalmakat is ott tarthassuk.
Húsvét mindkét napján, tehát húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is 10 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletünk lesz az egeraljai templomban. Reméljük, hogy nem fog sem jégeső esti, sem hóvihar lenni, hogy meghiúsítsa ezen szándékunkat, hanem tényleg tudunk ott templomi körülmények között ünnepi alkalmakat tartani. Aztán majd jön a húsvét utáni időszakunk, közeledik pünkösd, most jó nagyot ugrok ezzel az információval, pünkösdöt még ebben a templomban fogjuk tudni megtartani, ha Isten is éltet bennünket. Pünkösdre fog esni a konfirmációi ünnepségünk, és aztán majd pünkösd után valamikor átadjuk a munkálatoknak az egeraljai templomot is, mert hogy az egeraljai templom is felújításra fog kerülni részben, mert a teljes egészében sajnos sokkal több anyagi áldozatot követelne, mint amennyire rendelkezésünkre áll. Egy nyertes pályázatunk van, ami megint félő, hogy olyan lesz, mint a temetői, hogy mire a megvalósításhoz kerül az ügy, addigra kiderül, hogy a költségvetés sokkal gyengébb, mint amennyi lehetne és kellene. Az egeraljai temető felújítása pedig szépen halad előre, akik jártak a temetőben láthatták, hogy milyen szépen áll már a filagória, és egészen alakul, hogy is fog kinézni ott a ravatolozó előtti terület. Hála és köszönet az eddigi adományokért, és kérjük továbbra is, hogy akinek lehetősége van, támogassa azt az ügyet is, illetve majd a templomi felújításnak is az ügyét. Két sajtóorgánumot hirdetek. Az egyik az Egyház megyének a lapja, ez a Szigetek című lap. Ez csak fekete-fehér és A5-ös méretben van, és az Egyház megye egészében hirdetett, terjesztett, bővített tartalommal rendelkezik, mert hogy tavalyi évben is volt, meg előtte években, ez már a negyedik évfolyam, de már nem csak igei gondolatokat és imádságot lehet benne olvasni, hanem nem árulom el, hogy mi mindent, itt van egy kis tartalmi jegyzék, itt lehet is látni, hogy több minden van. Ezt ingyenesen lehet az érdeklődőknek vinni, kint az asztalon van ebből jó néhány példány. A másik pedig a Keresztény Út című lapunk, ez regionális, a marcalmenti gyülekezetek összefogásával van, ez 500 forintos adomány fejében vihető, és az alkalmaink is benne vannak, meg a környező alkalmak, meg nagyon sok minden, ami bennünket, itt a marcalmenti reformátusokat érint. Ezt is szeretettel kínálom az érdeklődőknek. Záró énekünk egy olyan ének lesz, amihez nincsen orgona kíséret, mert hogy ez az új énekeskönyvnek az egyik új éneke, és ugyan én azt ígértem, hogy egyelőre olyan énekeket fogunk csak énekelni, amik az előzőekből is ismertek, ez egy kicsi összvér. Tehát most nem a szamár oldala miatt összvér, hanem azért, mert hogy ilyen kettős, ilyen meccethalmaz. Ugyanis az újban már benne van, a régiben még nem volt benne, de az előkészületi időben ezt az éneket már elővettük, és már tanultuk, és már énekeltük ezt az éneket. Ez szám szerint a 388-as számú ének az énekeskönyvben. Egyébként adventi az ének, de Jézus Krisztus eljövetele nem csak advent idejére illő gondolat, hanem lám virágvasárnaphoz is illő gondolat, és majd figyeljük meg, hogy ez a kiválasztott négy vers az első, második, és az utolsó kettő, a 9.-10. vers mennyire aktuális tud lenni a mai napi alkalmunkhoz, virágvasárnaphoz, háborús helyzethez. Ezt a négy verset énekeljük el. Reméljük, hogy az első vers éneklése alatt mindenki rádióban, hogy igen, tényleg ezt már énekeltük. Az ének dallam egyébként régies. A jöttődiként várja, hagyom fogadja. Most szemszögét neked, hogy keresd.
Jézus.